Sziasztok! Kávézónázzunk egyet, van egy vödör kávém, úgyhogy szeretnék csacsogni egy kicsit. Szeretnék nektek arról beszélni, hogy milyen videóterveim vannak, így reggelről, ilyen szép reggeli fejjel, kávéval, mert tervezek ilyen kávézónázós videókat, mondjuk kommentretekre válaszoló, vagy ha valami után érdeklődők, itt válaszolnám meg. Mert remélem, hogy jönnek majd kommentek, meg kérdések, és akkor ezekre szívesen válaszolnék így kávézóna keretében, mert nagyon szeretek reggel így leülni, és sokáig kávézni. Általában YouTube videókat szoktam közben nézni, de szívesen válaszolnék a saját videómra érkezett kérdésekre is, úgyhogy ez a terv. Meg most azt szeretném nektek elmesélni, hogy milyen videókat tervezek, esetleg, hogy kiket követek YouTube-on, úgyhogy ilyen terveim vannak ezzel a videóval kapcsolatban. Videótervek, hát lesz avonos ilyen hol videó, vagy hogy milyen termékeim vannak az avontól videó, mondjuk, mert szeretem a cuccaikat, elég sűrű rendelek onnan, úgyhogy tervezek egy ilyen videót mindenképpen, vagy időnként csinálni egy ilyen avonos videót, hogy miket használok az Avontól. Aztán tag videók jönnek ki, mert találtam egy párat, ami nekem annól nagyon tetszett, és mostanában el vannak ezek tűnve. Meg sminkelős videók jönnek, mind sok lesz, mert azt nagyon szeretem csinálni. Gondoltam, hogy lesz ilyen alapozós, kipróbálós videó, mert vannak új alapozók, meg korrektort is vettem most, azt láthatjátok is a piacos holban. Azt a Catrice True Skin korrektort ki akarom próbálni, kíváncsi leszek, hogy jó lesz-e. Aztán hát ilyen paletta tesztelős videó is, mert hogy van egy pár új palettám, és nem mindegyiket próbáltam még olyan sokat. Szóval sminkes videók jönnek dögivel, tehát nagyon... Aztán olyat is szeretnék, hogy a havi... Hát, hogyha elmegyünk bevásárolni, akkor megmutogatom, hogy mit vettünk. Mert itt szoktam inspirálódni egy csomó csatornáról, hogy melyik üzletbe, melyik cuccokat szeretik, és mikor kipróbálom őket, mondjuk ilyen konyha vagy háztartási kategóriában is, tök jó tippeket tudnak adni, mert az ember nem nyúkál rá mindenre, tehát nekem a Lidl-ös dolgok nagyon bejöttek. Rossmannban is van olyan, amit szeretek, meg van olyan, amit nem. És hogyha látom videóban, hogy újra veszik az emberek, legalábbis a videósok, akiket követek, akkor ki szoktam próbálni, és a legtöbbje beválik. Szóval tök jó ilyen tippadogatás egymásnak szerintem. Aztán melyik videót akartam még nagyon mondani? Ja, háztartási tippek. Ez a mit használok takarításra, mosáshoz, majd megmutogatom ezeket is. Konyha, takarítás, melyik öblítő, szóval ilyen háztartási mit használunk videót is szeretnék csinálni, mert szerintem ez is tök jó tippeket adhat embereknek. Szóval van videóterv jó sok, remélem tetszeni fog nektek. Írjatok nekem kommentet vagy kérdést, ha valami érdekel, nagyon várom ezeket a kérdéseket. Úgyhogy nagyon lelkes vagyok. A videózással kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy én igyekszem nem vágni a videókat. Szóval ha baki van benne, az azért van baki, mert én is ember vagyok. Bakizom, én nem fogom rommá vágni a videókat, sőt, talán még egyiket se vágtam meg. Van benne nyelvbotlás, van olyan, hogy nem jól mondom, nem tökéletes a beállítás, nem is lesz az. Nem akarok videót vágni, mert nagyon sok már ez az agyonvagdosott videó, hogy minden másodpercnél van egy vágás, és tökéletesre van komponálva, de azok már nekem imádom egyébként az összes feliratkozásomat, ami van, de már az annyira mű nekem,
már nem az embert mutatja meg, csak azt, hogy fú, legyen videó, legyen feltöltve, mindenki hibázik, szerintem. Tehát szerintem olyan nincs, hogy nem botlik meg a nyelved. Az meg, hogy 100 vágás van egy videóban, nekem már az nem annyira tetszik, bár szívesen megnézem, csak én megnézném a nyelvtörőket is, meg a mit tudom én, a múltkor én is majdnem belefulladtam az egyik videóba, én simán megnézem ezeket, nekem ez az igazi, ez a valóság. Én ezt jobban szeretem manapság már. Kiket követek? Hát fel vagyok iratkozva elég sok csatornára. Az első szerintem, hát kiket nézek a legtöbbet? A Szilut nézem nagyon sokat, őt nagyon szeretem, ő is ilyen igazi anyuka videókat csinál, hol videó, bevásárlós, takarítós, mit csinált a gyerekekkel, merre mentek, nagyon-nagyon sminkelős videókat is szokott, az is teljesen őszinte videó, nincsen megjátszva, tök jó. Elég sokszor csinál már ilyen bontogatós videókat, rendesen elmondja, hogy mit csinálnak, megmutatja, nem játsza meg, nagyon tetszik, nagyon szeretem őt. Aztán fel vagyok iratkozva, hova? Most a Glitter Pinkire iratkoztam fel, ő is egy valódi anyuka. Nagyon jó videókat csinál, nagyon szeretem, mert őszinte. Fel vagyok iratkozva az Őszintén Szólva csatornára is, ami Zsófi ilyen sminkelős videókat, ő nem csinál takarítós videót, ő csinál hol videókat, elfogytak videót, most ilyen sorozatgyilkosos videókat szokott csinálni, azokat is nagyon szeretem. Kiértékelős videót, hogy hónap végén, hát az elfogytak videókkal kapcsolatos a kiértékelős is. Ő szokott télőzni, nagyon szeretem a reggeli sminkelős live-jait, mert tök jókat lehet beszélgetnek közben, lehet tőle kérdezni. Nagyon szeretem őt, meg a hangja annyira tehát magában ragadó, hogy egyszerűen az ember megnyugszik, ha őt hallgatja. Aztán a Fanni Mozra is fel vagyok iratkozva. Nagyon szerettem a videóit, de most ő el van tűnve. Akkor Miss Pulzi, ő is csinál ilyen igazi anyuk, vagy igazi asszony, házi asszonyos videókat, ilyen smink témában, őt is nagyon szeretem. Szóval elég sok feliratkozásom van. Csak egy csomóan el vannak tűnve, nem csinálnak most így nyáron videót. Hát igen, meg Barbara Sipka például, ő is el van tűnve, de ők most tettek ki live-ot Instagramra. Azt tudom, hogy ők, tehát akik smink szakmát tanultak, azok most nagyon dolgoznak. Úgyhogy szerintem azért nincsenek videók. Meg anyai igazságokra is fel vagyok iratkozva, de mivel ő is dolgozik, ritkán van videó. Szóval, igen, akik legtöbb, akire feliratkoztam, az vagy otthon volt, vagy gyesen volt, és most, hogy mindenki kezd visszaállni már ezek közül a munkavilágába, így gondolom kevesebb az idő. Nekem is most azért van délelőtt időm, mert én délutánra járok dolgozni. Szóval nekem azért van délelőtt van időm videózni, és akkor délután megdolgozok, sőt, most a héten minden nap fogok menni dolgozni, ami fájni fog, de mindegy. Ráadásul lezúztam az egyik lábujjamat, úgyhogy nagyon fáj. Úgyhogy így tervezem a videókat, hogy megcsinálom délelőtt, és akkor szépen feltöltögetem nektek, beidőzítve. Úgy tervezem, hogy minden héten az S betűs napokon lesz szerda, meg szombat, úgy fog kimenni videó, és akkor, ha elérjük majd az 1000 feliratkozót, és lehet live-ozni, akkor szeretnék ilyen reggeli kávézós live-okat csinálni, vagy éppen ilyen még a konyhát rendbe rakom live-ot, nagyon szeretném. Ha kérdeznétek tőlem, meg válasz, én nagyon szeretem ezeket, válaszolgathatnék, tök jó kis társaság jöhetne itt össze, úgyhogy nagyon várom. Nem hiszem, hogy fogok ilyen takarításos videókat csinálni még mostanában,
De ha szeretnétek, akkor csinálok, és hát majd mire lesz igény, tehát attól függ. Mert egyébként én mindet szeretem nézni, a takarítós, motivációs videókat is szeretem, a főzős videókat is szeretem. Szilónak szoktak lenni ilyen főzős videói, a YouTube-ról Sztrapacska is tőle jött, úgy próbáltam ki, azóta csinálom is. Aztán hát a Zsófitól a kiértékelős videókból szoktam pár dolgot megvenni, amit így ajánl, nem ezeket a luxi cuccokat, mert én ilyen Dior, meg mit tudom én, márkákat nem veszek meg, mert nagyon drága. Tehát egy-két drágább kategóriás palettám van, de azon kívül nem sok drága cuccom van, mert nekem az Avon cuccai is bejöttek. Nem fogok több 10 000 forintot kiadni egy alapozóért, biztos, hogy nem. De szeretem a kiértékelős videókat megvárni, mert az, hogy mikor holba beharangozzák, hogy hú, ezt vettem, szerintem tök jó lesz, olyan dologgal már fürödtem be, tök mindegy, hogy Essence vagy Lovely márkával, de fürödtem már be, úgyhogy mindig megvárom a kiértékeléses videókat. Szóval sok feliratkozásom van, sok tervem van, sok kávém van még mindig. Meg akit nagyon szeretek, Glamify-nak a csatornája, bár mostanában már eléggé ráment erre a divat, meg a, hogy mondjam szépen, tehát ez a 50 kilós legyek, soványka legyek, edzek, én nem tudom, tehát ez a Instagramon minden nap van egy poszt, egy ilyen beállított kép. Lehet, hogy valaki így él, én nem így élek, tehát én nem vagyok 50 kiló, én nem tornázom. Tornázhatnék, de nem. Tehát a házi munka mellett köszönöm szépen, ugrálok én eleget, meg a boltba is ugrálok eleget. Úgyhogy én nem gyötröm a testem. Délelőtt, meg mikor időm van, örülök, ha itthon elvégzem a dolgomat, meg egy kicsit hesztelek az unikornisos poharaimmal, a kávéval, és utána meg mehetek dolgozni. Szóval, hát neki is nagyon jók voltak a videói eleinte, százszor visszanéztem, nagyon szerettem a sminket, szeretem a hangját, szeretem a sminklevős videóit. Szóval egy csomó olyan csatorna van, akit százszor végignéztem már. Úgyhogy igen. Nem tudom, hogy hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Szoknom kell még a videózást. Azt, hogy megakad a nyelvem, igen, megakad elég sokszor. Aztán a kamerába nézést is szoknom kell, de igyekszem. Úgyhogy jó lesz ez. A kávémat általában unikornisos poharakból iszom, van egy pár, úgyhogy ha lesz kávézóna, szerintem mindig meg fogok mutatni egy ilyen kávésbögrét. Imádom az unikornisokat. Egy csomó unikornisos tudtam is van. Úgyhogy igen, nagyon szeretem így felnőtt fejjel. Na de hát mindenkinek megvan a maga dilije, nekem ez az egyik. Úgyhogy ilyen terveim vannak. Meglátjuk, hogy nem jó helyre né. Igen, nem mindig nézek jó helyre a videókban, majd megszokom. Úgyhogy írjatok nekem léci kommentet, vagy kérdezzetek valamit, és ezeket összegyűjtöm, és hú, alig várom a következő kávézónában, nagyon szívesen válaszolnék rájuk. Nagyon kíváncsi vagyok. Remélem tetszik nektek a csatornám. Aztán jó lenne, ha összejönne egy ilyen kis közösség, mert nem sokára jön vissza az a szeptemberi. Nem akarok a Covidról beszélni, de jó lenne, hogyha összejönne egy kis közösségi térre, és tök jól elszórakoznék. Én is, meg szerintem ti is, mert jön a karácsony is, adhatnánk egymásnak ajándéktippeket, például, mert nekem nagyon jó jönne, hogy miket kéne beszerezni karácsonyra. Meg a másik, én szoktam AliExpressről rendelni, és ugye most változtak az EU-n kívülről jövő csomagok vámszabályai, és azt vettem észre, de az AliExpress most már a kosárba beteszi a adó kulcsot, tehát már beleszámolja a 27% pluszt, úgyhogy lehet rendelni Aliról,
Csak annyival ugye drágább, meg most elég drága lett az Ali is. Viszont nekem tök gyorsan megjött a telefontokot, rendeltem már így július 1-e után, vagy június 1-től jött be ez a szabály, nem is tudom. Telefontokot rendeltem magamnak is, meg a páromnak is, és nem kellett külön a postán fizetni érte, hanem nem is értettem, hogy miért nem. És most fedeztem fel, hogy a kosárba az AliExpress hozzászámolja ezt a 27%-ot, úgyhogy a kosárba, ha bementek és megnézitek az adatot, akkor a jobb alsó sarokban van egy ilyen kis adathalmaz, és azt ott meg lehet nézni, hogy a 27%-ot hozzáadja. Ez tipp azoknak, akik nem akartak rendelni, mert hogy 27%. Most már nem kell, az AliExpress most már felvette a tempót, úgyhogy simán lehet rendelni, ha van olyan, amit szeretnétek. Igaz, hogy egy kicsit ott is drágább, de azért még mindig jóval olcsóbb, mint hogyha itthon vennéd meg. Én például ecseteket szoktam onnan rendelni, elég sok ecsetem, sőt, szinte minden ecsetem AliExpress-es, és ezért klasszis sokkal olcsóbb, mint Magyarországról rendelni, mert azért fú, elég fullos árak vannak itthon, úgyhogy én onnan szoktam rendelni az ecseteimet, sőt, egy csomó mindent. Úgyhogy szeretem, örülök neki, hogy nem cseszték el teljesen. Úgyhogy most már megyek. Tényleg írjatok nekem kommentet, várom, kérdezzetek. Nézzétek a videóimat. Remélem szeretni fogtok engem. Úgyhogy megiszom még a kávémat, és nekiállok a napnak. Mert kutyákat kell etetnem, meg cicákat, meg pipiket. Na jól van. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a kis csacsogós videót. Várlak titeket szeretettel a következő videómban, és írjatok nekem, léci, léci, léci. Úgyhogy sziasztok, meg iratkozzatok fel, hogy tudjátok, hogy mikor teszek ki videót. Köszönöm szépen, sziasztok!